Serényen dolgoznak a markolók a tisztatúrtározó és a hozzá kapcsolódó létesítmények építésén. 12 nyílású feltöltő műtárgya már elkészült, nyáron vízzárósági próbát is végeztek rajta. Az elmúlt években töretlenül zajlott az árvízvédelmi rendszer fejlesztése a térségben, a Tiszavölgyi árvízvédelmi fejlesztési koncepció részeként. Ennek megalkotására azért volt szükség, mert a 2010 utáni vizsgálatok rámutattak arra, hogy a klímaváltozás és az árvizek további vízszint emelkedést okozhatnak a jövőben térségünkben, az árvízvédelmi rendszer pedig ehhez kell igazítani. Ez a koncepció azt célozza meg, hogy a lehető legnagyobb biztonságot teremtsük meg a térségben, hiszen itt a felső Tiszavidékén az év bármely időszakában kialakulhatnak rendkívüli nagy árhullámok, árvizek, és ezt csak úgy tudjuk kivédeni, ha a létesítményrendszer megfelelő méretűre meg van építve, és el tudjuk ezáltal kerülni, hogy az árvíz jelenlétekor az árvízzel versenyt futva magasítsuk, erősítsük a töltéseket. A munka már 2017-ben elkezdődött, és ennek része a jövőre elkészülő Tisza túrtározó is. Ezt követően pedig mintegy 40 kilométeren magasítják meg a töltéseket, így a Tisza Gulácstól az országhatárig tartó szakaszán és a túr torkolatánál mindenütt ki lesznek építve a szükséges méretű töltések. A régi zsilipeket elbontják mások mellett Nagyarnál és Sonkádnál, és helyükre újakat építenek. Fontos, hogy ne csak a töltés építése folyjon, amely ugye a szokásos 4 méteres korona szélességgel és hát egy a két és feles rézsővel épül meg, és szilárd burkolatot fog kapni, hanem a gátőrházak korszerűsítése, egy új épül Sonkádnál a híd mellett egy új gépjavító műhelyel együtt, és a vízrajzi monitoring állomás is fontos, tehát itt a Garbolci vízhozammérőhelyel együtt kiépült vízszintészlő, és egyáltalán a vízrajzi támmérő állomás is meg fog újulni a Sonkádi, a Nagyari állomással együtt. A fejlesztés nem csak az árvízvédelmet érinti, holtmedrek vízpótlása is megtörténik a keretében. Az érintett települések vezetőit, a partner szervezetek és hatóságok képviselőit szerdán tájékoztatták a projektről. A jelenlegi fázis a tervezésről szól, jövőre kezdődhet meg a kivitelezés már egy másik program keretében. A teljes beruházás pedig 2027-ben érhet a végére. A fejlesztésnek hála a jövőben mérséklődhetnek az árvízvédelmi költségek, miközben a biztonság tovább nőhet.